Sportolókkal, sportszakemberekkel, csapatirodával, edzőkkel, orvosokkal, masszőrökkel együtt 204 főt számlál majd a magyar delegáció az IOF-on. Az ünnepélyes fogadalomtétel július 22-én lesz a budapesti kongresszusi központban. A győri klubokat összesen 17 versenyző képviseli az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Az atléták között ott lesz a magyar válogatottban a gyac két sportolója, Lendvai Luca és Simon Virág. Előbbi tehetség 3000 méteres síkfutásban, utóbbi 200 méteres síkfutásban indul. Simon Virág tartalékként szerepel a 400-as váltóban is. Cselgáncsban 12 főt nevezhetett Magyarország. A csapat negyedét itt győriek alkotják, hiszen a gyacból 44 kg-ban Kardos Tímea, 55 kg-ban Vida András és 90 kg-ban Sipőc Richard is tatamira állhat. Utóbbi viheti az EOF megnyitóján az Eto Parkban 23-án a magyar zászlót. A hatfős kerékpáros csapatba bekerült a gyac versenyzője Bajorfi Eszter, valamint a szintén hatfős tornász válogatottban ugyanebből a klubból Fehér Nóra és Mészáros Krisztofer. A négy főt számláló teniszválogatott nagy részét gyacos sportolók alkotják, hiszen Drahota Szabó Dorka, János Luca és Fajta Péter is Győri Egyesület színeiben lehet EOF résztvevő. 16 úszót nevezett a Sportági Szövetség az eseményre, a győri úszóesebből Pozvai Kiara versenyezhet majd. A női kézilabdások 15 fős keretében 4 audietós fiatal kapott helyet, Pál Tamara, a Fentáner Sára, Szilovics Fanni és Varga Emőke játszhat hazai pályán. A női kosárlabda csapat tagja lesz a Széchenyi Kosárlabda Akadémia reménysége Szirony Dorina.